A hazai versenyeken nincs, a legyőzze Szocsiban, azért egy kicsit nehezebb dolga lesz. Fargas Norbert az alpesi sízők mezőnyében képviseli majd hazánkat a téli olimpián. Most vele beszélgetünk, jó reggelt kívánok, jó, szia! Igaz. Épp azt kérdeztem, hogy van-e még ami megméretet és Szocsi de mondtad, hogy sajnos nem, mert az elmúlt hétvégén lett volna, ugye? Igen, az elmúlt hétvégén lett volna, terv szerint vasárnap Kitzbühelben egy szlalomvilágkupa futam, de sajnos az időjárás miatt nagyon sok hó esett az elmúlt héten Ausztriába, úgyhogy vasárnapra áttették péntekre a versenyt, és csütörtökön utaztam vissza, így itt sajnos nem sikerült. de... Egy ilyen utolsó főpróba elmaradása, az mondjuk így, gondolom, hogy nem annyira fizikali, fizikálisan, mint esetleg pszichésen hadhat -hat az emberre. Bármilyen befolyása van ennek? Nem volt semmiféle hatása ennek. előttelévő lévő hétvégén voltam Czelemzében Európa Kupa mm. futamon, tehát voltam nehéz erős versenyeken is. Végülis Kitzbühelt vagy Schledmingot azért próbáltuk meg, hogy azért mégis egy kicsit más, mint egy Európa Kupa futam, vagy egy sima nemzetközi verseny. Mm. De semmi hátrány nincs belőle. Na hát akkor már csak pár nap, ha jól tudom, ugye, mikor indultak? Igen, terv szerint 30-án indul a magyar csapat. Fú, hát akkor az már nagyon közel van. Na Szenek hát akkor közel. egy picit beszéljünk még arról, mielőtt még a szakmai részre kitérnénk, hogy most mennyire szorul ilyenkor az abszén vagy éppen pont hogy nem. Tehát a várakozás az mindenek fölött álló? M még abszolút nem. Minden sokan kérdezték tőlem, hogy izgulok-e már. Még nem. Hát ugye 30-án kiutazunk, csak 6-án vagy 7-én van a megnyitó ünnepség, és nekem a versenyem csak 19 és 22-én lesznek, úgyhogy még. Persze, is, bőségesen. Én. De az, hogy az ember azért most, hát azért csak egy kicsit másképp készül, hogy formaróha, hogy téli olimpiai felszerelés, hogy ezt már úgy nagyjából felmérted, vagy, vagy, vagy nálad ilyenkor annyira az embernek a szakmai felszerelésére fókuszál a koncentráció? A, inkább arra koncentrálunk az edzőmmel, is, az egész család, hogy minden meglegyen mindent összeszedjünk, ugye rengeteg lécet kell vinni, felszerelést, sícsináló, szervisztuccokat, úgyhogy, úgyhogy tényleg inkább a foglalkozunk, hogy minden meglegyen, most megyünk majd át a szímos sportcsarnokba átvenni a formaruhákat, ott is reméljük, minden rendben lesz, úgyhogy, uh, úgyhogy majd szerintem. De ott az az ez minket. nagy izgalom. Hát azért egy Persze, olimpia, azért az, izgalom és gondolom, nagyon jó érzés. Is nem is nagyon. lehet ennél, ennél fontosabb dolog egy ilyen sportoló életében. Ugye önmagában az, hogy sikerült kijutni, ez, ez, ez tényleg azt gondolom, hogy egy magyar síző életében mindig nagy dolog, ismerve az adottságainkat. Ugye nem egyénileg, hanem országjogon szereztek volt, Tehát egy picit tisztázzuk ezt, hogy ez mit jelent. Jó. Hát a kvalifikációs időszak az másfél éve tart, tehát előző szezon szeptemberében kezdődött. Az a, annyiban más az idei, tehát ezen az olimpián a kvalifikációs szabályzat, hogy eddig kettő versenyt vettek figyelembe, most viszont a legjobb öt versenyt veszik figyelembe. Tehát a legjobb nem csak kétszer kell nagyon jól teljesíteni, hanem ötször. A tavalyi évem elég, elég jól sikerült, sokat tudtam javítani a PontSzájnon, előrelépkedni a ranglistán. Úgyhogy ö, elég nagy várakozással néztem ennek az évnek elébe. Mm, ugye a legfőbb célom az volt, hogy sikerüljen az egyéni kvalifikáció, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi ranglistán a legjobb 500-ba kell bekerülni. Ez, ö, ez sajnos nem sikerült, mm, majd visszatérünk az okokra. <laughs> ja. ö, ugyanakkor ez az év is nagyon jól sikerült, tehát nagyon sokat tudtam javítani a pontszámaimon, és ha netem még. Ö, kettő vagy három héttel mondjuk tovább tartott volna a kvalifikációs időszak, akkor lehet, hogy sikerült volna. Most épp uh, szuperkombinációs számban 83 ponton van, és 80 pont alatt kellett volna lenni, úgyhogy tényleg így pár pontra vagyok tőle, de így nem sikerült az ászinti kvalifikáció, tehát az egyéni kvalifikáció. Viszont azok az országok, akik uh, nem tudnak ászintű versenyzőt uh, delegálni az olimpiára, azoknak van egy B-szintű kvalifikációk, az jogán. Ez azt jelenti, hogy egy versenyzőt küldhetnek a legjobbat a haza, az adott ország. Hát, miután ugye 11 szeres felnőtt magyar bajnok Igen. vagy, és 28szoros jól olvasó, mindenféle körosztályokban bajnoki címmel bírsz, ez ugye nem is kérdés, hogy nyilván te lehetsz az az ország jogán, aki, aki utazol. Egy pár mondatra azért érdemes kitérni arra, hogy, hogy egyetlen ez a kvalifikációs menetelés, ez azért mondjuk magyar részről mennyivel nehezebb, mint egy, mint egy nyilván sín, egy hatalom oldaláról. Egyedül annyival nehezebb, hogy ugye az anyagja. Adottságok, azok jóval szűkesebbek, mint mondjuk egy osztrák vagy olasz, egy olasz csapatnál. Ö, idén összes sikerült kiutaznom Csillébe, úgy terveztük, hogy ne hamarabb ki tudok utazni, több versenyen tudok részt venni, akkor úgy gondolom lehet, hogy jobban sikerült volna, többet tudtam volna előrelépkedni a ranglistán, de sajnos az anyagi források szűkössége miatt csak később tudtunk kiutazni. És uh, hamarabb haza is kellett jönni, mert ott meg bezártak a hegyek. Uh -huh. Úgyhogy ott egy kicsit uh, ilyen ferdén sikerült. Uh -huh. uh, annak ellenére, hogy a mob iszonyatosan támogat tényleg és uh, rész uh, Tényleg nagyon komoly támogatásokat kapok tőlük, ösztöndíjat, és a síszövetség is mindent megtesz. És hát a menedzser oldalról is azt gondolom, hogy nekem minden mindent Igen, Tényleg mindenki nagyon támogat, azért sajnos a síszövetség elég kevés anyagi támogatást kap, így elég keveset tud továbbadni nekünk. Tehát hogy... továbbiakban tovább is ez ebből a szempontból mindig egy nehézkes dolog Igen, lesz fölvenni a külföldiekkel a versenyt. számaid, mire koncentrálok? Azt mondtad, ugye, hogy a program vége felé leszel. Igen, én nekem 19 és 22 -e lesznek a versenyeim, a két technikai számban, tehát Slalomban és Óriásművesiklásban fogok indulni. Ö, sajnos a gyorsasági számokban, például a szuperkombiban ö, ott pár ponton múlt, hogy ö, ott is el tudjak indulni, de végül is a Orjásra ott vagyok a legjobb, úgyhogy azt várom. Ezt akartam kérdezni, ha egyébként rajta múlt volna, akkor melyiket választod? Ezt a kettőt. Ezt a kettőt. Ezt a kettőt. Abszolút, tehát az esélye legalábbis azt gondolom a saját magad által nyújtott teljesítmények a fölülmúlására ezekben, ezekben a legjobbak. Igen. Mit lehet tudni? Ugye itt hát azon túl amit is nyilván tudom, olvastam, veled kapcsolatos megjelentszik, hogy vajon félsz -e, ugye a mostani, hát mondjuk úgy kicsit forrongónak tűnő hangulattól, ami Szocsiban, illetve egyáltalán ugye a különféle terrorfenyegetettség kapcsán szóba került. Válaszold meg te, de úgy tudom, hogy ez kevésbé nem, borzolja abszolút, a kedélyedet. Nem, kicsit se, lenne. nem erre figyelek, telek hmm. ha ott vagyok, meg most is arra koncentrálok, hogy mit kell csinálnom, mint sportember, Ähm, um, ich... A hozzáértő szakemberek majd a többi dolgot megcsinálják kicsi seféleképpen. Legyen az ő az 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 feladatuk lesz. ezt elrendezni. Igen. Viszont attól, ugye, hát ez nagyon vicces volt még jó egy hónap alá ezelőtt, amikor például Kovácságyival beszélgettünk, és ugye elmesélte, hogy gyakorlatilag ez egy, ez egy hát azon túlmenően, hogy, hogy tengerpart mellett lévő és kifejezetten mondjuk inkább ilyen, ilyen, ha nem is azt mondom, hogy mediterrán égő, bár mondjuk a földrajzi elhelyezkedését tekintve akár Igen. az is lehetne, de hogy lesz-e olyan minőségi hó, lesz -e egyáltalán, ugye, a környező, Kínálta időjárási viszonyok között mondjuk olyan verseny amiben valóban jót lehet nyújtani? Úgy gondolom, igen, ugyanolyanok lesznek a körülmények, mint Európában. Ö, a tavaly évben nem sikerült túl jó havat csinálniuk a világkupára, ott voltak gondok. Uh -huh. ö, viszont van, van kint egy magyar srác, aki Vancouverben indult a téli olimpián, vele beszélgetek elég sokat, ő uh -huh. azt mondja, most van elég sok hó, uh -huh. ugyan most itt meleg van, uh -huh. de addigra talán lesz valami lehűlés, és van hó, Úgyhogy ha meg sok hol van, abból pedig tudnak jó minőségi havat csinálni. Igen, igen, tehát az végül is azért úgy tudjuk, hogy ebből a szempontból alapvetően igen. jól lehet. Jó, hát egyébként van-e valami, hogy tehát az ember fejben hogyan készül az olimpiára? Végis, mégis csak a sportág legnagyobbjaival fogsz találkozni, akiket persze nyilván már azért világversenyekről ismersz, de nekik is az olimpia az olimpia. Persze, persze, tehát ö, sok meglepetést nem fogod térni, a tavalyi felnőtt világbajnokságon végül is ugyanazok az ellenfelek. Ö, helyezés és így célok szempontjából nem tudom pontosan, hogy helyezés szempontjából mit, mit várok el. Ö, sokban változhat a rajtszámom, ugye lehet akár 120-as rajtszámom is, de lehet, hogy ilyen 80 körül lesz, úgyhogy a helyezést így nem nagyon tudok mondani. Ö, Elég számszerű sport, úgyhogy másodpercekben mérik a, az előnyt vagy a hátrányt. Én mindenképpen ö, olyan vagy jobb teljesítményt szeretnék nyújtani, mint a tavalyi felnőtt világbajnokság második futamában. Az, az tényleg nagyon-nagyon jól sikerült, és én szeretném nyújtani az eddig legeredményes, tehát legjobb ö, magyar férfi eredményt olimpián. Tehát ha, ha ezt sikerül elérni, akkor azt jelenti, hogy, hogy... nem helyezésbe értem, mert azt hiszem a 90-es években már volt Bónis Attila 21 vagy 22-dik, ez úgy gondolom nem fog sikerülni, magas rajtszám miatt, de másodpercek szempontjából mindenképp szeretnék Akkor még gyordani. csak annyit, hogy ki kísér el az olimpiára? Uh, hát még egy kicsit bonyolult, az edző mindenképp ott lesz, viszont csak 14-en fog érkezni, ha jól tudom, ott lesz a szövetségű kapitány, Két nő, ugye Miklós Edit és Berec Anna, uh -huh. nekik az edzőik, szervizembereik, úgyhogy biztos, hogy együtt fogunk dolgozni. Ezen kívül uh, sikerül kiutazni a családomnak is, apukámnak, anyukámnak és barátnőmnek is. Szopárna, hát akkor, akkor a mini-rajongó tábor már mindenképpen ott lesz helyben. Ingen. Hát akkor azt kívánom, hogy ő, nekik is legyen mit ünnepelni, és neked is, Köszönöm illetve szépen. a legjobb formáját sikerüljön hozni ott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sok sikert. Köszönöm.